we're really trying to change basic attitudes and values of Hungarians. Gesztusokat tegyünk egymásért, mert egyrészt, mert ez nagyon jó, nagyon nehéz megtenni, nagyon nehéz befogadni a dicséretet, meg ilyesmit, de közben baromira jó érzés lesz utána. Most a miénk a felelősség, hogy valahogy megpróbáljunk tenni egymásért, úgyhogy egy kicsit úgy egy jobb világot adjunk majd mi is tovább. Jó napot kívánok, Orosz Györgyi vagyok. Jó napot kívánok, Orosz Gábor vagyok. És a színpadon velünk van Tilla Zimbardo. Hello, Tilla! És hát az az igazság, hogy elég inspirálóan lettünk mi is a nagyköveteink által, akik beleálltak abba, hogy vállalnak olyasmit, ami nekik is ilyen komfortzónán túl van, és hogy tesznek másokért. A 30 napos kihívás az azért nagyon fontos, mert valaki egyszer egy alkalommal tesz valami jó dolgot, az nem biztos, hogy szokássá válik nála. Szóval, hogyha valamit a fejébe vesz, hogy szeretne megvalósítani, például kedves másokkal, vagy pedig megdicsér másokat szokatlan helyzetekben, akkor 30 nap elegendő ahhoz, hogy ez szokássá váljon nála. Szociábilisabb leszek, és próbálok embereket felvidítani, teszem azt egy vásárlás közben, akár beszélgetek három mondatot az eladóval. Úgy apának lenni, hogy tényleg megdicsérni azokat az értékeket, élményeket, amelyeket szereznek nekem. Heroes always do something. And they do the wise thing. They never take a risk, they never do a foolish thing. Amellett, hogy egy karizmatikus ember, igazából ő is egy hétköznapi ember, és így elképzelhetővé válik, hogy igazából bárki, egy átlag ember is meg tudja tenni ezeket a különleges tetteket, ezeket a pici tetteket, amitől tényleg változást tudunk generálni a világban. Egy oktatási programból fejlesztettünk egy társadalmi, egy szélesebb körű társadalmi modell. Szóval Magyarországon működik ez az egész a legjobban, a leghatékonyabban és a leghatásosabban. És ez nekünk egy öröm is, meg neki egy visszacsatolás, szóval az együttműködésünk az sokkal erősebb, mint amit gondoltunk korábban.